Mikor győzelemről van szó, hajszálakon múlik, és ilyeneken dől el. Én minden nap tudtam sportolóként úgy gondolkozni, hogy vagy a maximumot hozom ki az edzésből, vagy ha nem csinálom meg életem legjobb edzését, akkor meghasad az önjelzőm. Tehát muszáj. Most a Trója című film jutott eszembe, abban volt ez a mondat, hogy ugyanazt akarom, mint mindenki más, csak sokkal jobban. És ez, amikor te lustaságodat így le tudod győzni. Én amikor sportoló voltam, akkor elhittem, hogy azokat a dolgokat, amiket a jövőben el fogok érni, azt 100%-ig, hogy el fogom érni. Nem is volt olyan gondolatom, hogy nem. Leírtam, meg átgondoltam, hogy mit kell ezért tenni, milyen edzésmunkát, mit kell megcsinálni. És én, amikor kérdezték, hogy mi a véleményem, akkor én mindig mondtam, hogy én ezt meg fogom csinálni. De nekem ez ilyen spontán volt. Furcsán hangzik, de nekem ez nem olvastam, nekem ez ösztönös. Én imádom azt, amikor valamiről így beszélsz, és a retinát sem mozdul. Tehát olyan határozottsággal mondod, erre az a mondat jut eszembe, hogy van itt ott, hogy nincs olyan, hogy 90%-ban terhes valaki. Tehát vagy az, vagy nem. Te, amikor te beszélsz célokra, akkor az így bám oda van téve. Egy pár évvel ezelőtt elért egy ilyen elégedettségérzés az életemben, mert amíg versenyző voltam, és fanatikus üzletember voltam, de inkább azt mondanám, hogy fanatikus sportoló voltam, és egy kicsit kevésbé fanatikus üzletember voltam, akkor nem tudtam megélni a pillanatokat. Viszont boldoggá tett a törekvés, meg a motiváció, hogy még több eredményt érjünk el a sportba. Viszont az ilyen apró dolgoknak, mint hogy reggel megiszol a családoddal egy kávét. Sétálsz a jó időben a fűben. Sétálsz a tóparton. Biciklizzel a szabadban. Mondjuk a gyerekeddel éppen mostani élmények, a gyerekeddel együtt nézel tévét, vagy együtt sétálsz, együtt mit kijátszottél. Én ezeket nem értékeltem, nem is gondolkoztam ilyenekbe, és nem gondoltam, hogy ezek a pillanatok, ezek ilyen értékesek, és most már így gondolom, hogy ezek a legértékesebbek, és időt kell ezekre szállni. Sziasztok, szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd újra önmagad beszélgetés sorozat következő epizódja. A mostani vendégem egy igazi legenda, Kati Béla van itt velünk, aki bizonyos szakmai fórumok szerint minden idők legeredményesebb súlyzós sportolója. Béla, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Én köszönöm. Ugye ennek a beszélgetés sorozatnak az a célja, hogy mélypontokról is beszélgessünk azáltal, hogy Teremtsd újra önmagad. Pont ezt mondtam, mielőtt elindult a kamera, hogyha végigsorolnám az eredményeidet, amennyit elértél, akkor kitölteni a műsoridőt. Tehát most ezt szerintem rengeteg fórumon meg lehet találni veled kapcsolatosan. Mennyi mindent tettél az asztalra. Én most azt, nyilván fogjuk érinteni, de én most azt szeretném sokkal inkább, ha olyan mélypontokról beszélni, mint például azt hiszem 2007-ben volt, amikor volt egy kihagyás, ha jól mondom, amikor leszakadt a bicepszed, vagy az nem akkor volt. De 2007-ben volt, nem? 2008. február 29-én szakadt le. Mélypontokról szeretném a beszélni egy kicsit, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik okkal követnek téged, tisztelnek téged, a példaképük vagy, most már lehet, hogy sokszor csak a csillogást látják az eredményeket, és szerintem jó lehet az, hogyha adsz egy ilyen lökést azzal, hogy azért neked is voltak mélypontjaid. Természetesen nekem is voltak rengeteg, és nagyon-nagyon-nagyon komoly mélypontjaim voltak. Amit említettél, ominózus esetet, a 2008. február 29-e biceps szakadásom, az nekem egy nagyon mély pont volt a sportkarrieremben, mert addig mindent feltettem a sportra, és úgy gondolkoztam, hogy én akarok lenni mindenők legeredményesebb súlyzó sportolója. Ez most, hogy összejötte, vagy nem jött össze, ezt nem tudom, ezt különböző szakmai fórumok másképp értékelik. A lényeg az, hogy az megszakította úgymond a sportkarrieremet, mindent arra tettem fel, nem érdekeltek se az anyagi javak, se semmi, csak a sport érdekelt. Kis túlzással élve szinte nem tudtam ki a polgármester, meg a miniszterelnök, csak fanatikusan erre koncentráltam, és akkor azzal a biceps sérüléssel, amit úgy gondolom, hogy nem is jól műtöttek meg egyébként, akkor egy mélypontra kerültem, és elkezdtem gondolkozni, hogy úristen, most mindent feltettem az utóbbi 10-15 évben a sportra, és most, hogyha nem fog ez működni, és nem fogok tudni tovább sportolni versenyszerűen, akkor hogy valósítom meg az álmaimat? És akkor kezdtem el egyébként, ez a mélypont okozta azt, hogy elkezdtem üzletekben is gondolkozni. Én 2008-ig úgy gondoltam, hogy én nem értek például a pénzkereséshez, nem értek az üzleti dolgokhoz, meggyőződésem volt, viszont mindent bele tudok adni az edzésbe, mindent bele tudok adni a hozzákapcsoló táplálkozásba, fanatikus tudok lenni, nem is tudom egyébként a mai agyam, hogy tudtam olyan fanatikus lenni, és az a sérülés kellett ahhoz, hogy később üzleti sikereim legyenek. Most ha visszatekintesz rá, akkor az is igazából egy áldássá vált az életedbe. Maximálisan áldássá. De azért még ezelőtt a baleset előtti időszakról van egy emléke, amit egyszer meséltél nekem, hogy amikor annyira fókuszban voltál, amikor mindig beszélsz, hogy milyen fanatikus voltál, ott még arra is odafigyeltél, hogy mennyit szexelsz, mert hogy az hány kalóriát éget el. Igen, mindenre odafigyeltem igazából. Volt az életemben egy 10-12 éves szakasz,
amikor úgy gondolom, hogy 100%-ot adtam a sportba, és nem lehetett volna belőle többet kihozni, akárhogy agyalok rajta így mai agyammal is nézve, hogy nem hiszem, hogy lehetett volna még egy 100%-ot hozzárakni ahhoz, ami energiát és eltököltséget én beleraktam. A mai agyammal nem is értem, hogy hogy tudtam úgy gondolkozni, mert azért emlékszek a gondolataimra, de igazából örülök neki, hogy ezen a korszakon túlmentem, mert ebből lettek a jelenlegi sikereim is. Azt hiszem, ez a mottód is még abból az időszakból származik, hogy mert muszáj. Még most is ez a mottód? Soha nem volt ez egyébként a motto, ez csak így egy versenyen egyszer csak ösztönszerűen kijött a számból, amikor emeltem a felhúzásba egy olyan súlyt, emeltem, amivel minden idők harmadik legerősebb erőemelője tudtam lenni. Én lettem a harmadik magyar, aki 1000 kg-ot csinált összetett eredménybe az erőemelő sportba, és akkor ösztönszerűen kijött belőlem ez a mondat, és akkor ezt felkapták a szubkultúrában lévő sportolók, rajongók, és akkor ezt elkezdték használni. Jó, van másik is, amit hozzád kötnek, ugye ez nem vagyok buzi, tehát ez rengeteg videó van, ami ott azért látszik, hogy az állatmódjára. Tehát mi ezt, nekünk ezt nem mondogattuk, nem volt megszokott, akkor azon a videó felvételen, hogy spontán kijött, mert ezt éreztem. Mert ugye hát ezt egyértelmű, hogy nem szexuális identitásot jelent, hanem azt jelenti az én szortáramban, hogy az a buzi idézőjelben, az a férfi, aki nem tesz az álmaiért, nem tesz bele mindent a jövőépítésbe, nem elég motivált, otthon fekszik munka után, vagy esetleg nem is dolgozik, nem is motivált ilyen téren, és komfortzónába él. Ez az. Aki meg nem az, az meg akarja. Ennyi. Mindemellett azért én, amióta ismeretlek, van benned egy váltás azzal kapcsolatban, hogy már nem minden áron csak egy területre fókuszálsz, gyönyörű kislányod van, az üzlet mellett rengeteg időt töltesz vele is, és az egészet úgy épített fel, hogy persze az életed része maradt továbbra is. Heti 4-5-öt edzel, azt hiszem valami ilyesmi. Heti 5-ször edzek 2 órát minden nap, ez nem mindig súzós edzés, általában ez a tervem általában, hogy heti 5-ször 120 perc edzést megvalósítok, valamikor úgy jön össze, hogy 60 percet intenzíven biciklizek, de kint a szabadban nagyon szeretek biciklizni. Vagy boxedzésen vagyok, vagy akkor mondjuk többre jön ki a napi 2 óra, hogyha pingpongozunk, mert nagyon sokszor pingpongozunk is. Általában a súzós edzés, ami megmaradt, az 4-5-ször 60 perc, és az összes többi meg kiegészítő sport. Imádom az összes többi sportot, szeretek új sportokat kipróbálni. Ezt annyira szeretem benned, hogy simán leállsz pingpongozni olyanokkal, akik sokkal jobbak nálad, és nem frusztrál az, hogy megvernek, és nem te vagy a bajnok, tehát hogy itt egy más területre merészkedsz, és ez... Nekem az, mondhatom szerencsémnek egyébként, hogy ez a bizonyítási kényszer bennem így már teljesen elmúlt. Meg ami nagyon fontos, az előző kérdésedre reagálva, hogy hamar megelégszek. Tehát nincs az a folyamatos elégedetlenség bennem egy idő után, amikor elértem egy nagy célt, nagyon sok mondjuk vállalkozó 60-65-70 évesen is hajt és nem él. És nyomja, mert sosincs megelégedve. Nekem azért van ez a komplexitás így a sportban is, hogy nagyon sok sportágban voltam nagyon jó, mert amikor fekvenyomásban legjobb lettem, akkor... és nyomtam 337,5 kg-ot a mindenők legerősebb fekvenyaróba bajnokságán, akkor úgy gondolkoztam, hogy miért edzek én még egy évet azért, hogy mondjuk 340-et nyomjak, nekem ez így elégedett lettem. Mentem más területre. Megugoltam a 400-at, aztán 452 felett, mindenidők harmadik legjobb erőemelő lettem, aztán testépítő világbajnok lettem, azzal is megelégedtem, aztán erős ember versenyző lettem, abba is nyertem versenyeket, és így mindig megelégszek, és szerintem ez egy tök jó dolog, mert nagyon sok embernek az a problémája, és azért boldogtalan, mert nem elégedett az életével, és mindig van benne egy bizonyítási kényszer, ami jó is, de hosszú távon és nagyon intenzíven szerintem káros. Ebben az időszakban, amikor ennyire fókuszált voltál, akkor nem is tudtál lazítani, nem is tudtál pihenni. Nem is mondod, oké, de a kérdésem az, hogy most tudsz-e lazítani? Tudsz-e már pihenni? Nekem úgymond egy pár évvel ezelőtt elért egy ilyen elégedettségérzés az életemben, illetve úgy vagyok vele, hogy ki tudja, mikor lesz az életemnek a vége, de nem szoktam ilyeneken gondolkozni, csak egy kicsit úgy gondolkozok, hogy jó lenne már egy kicsit élni, jó lenne már egy kicsit élvezni a pillanatokat, mert amíg versenyző voltam, és fanatikus üzletember voltam, de inkább azt mondanám, hogy fanatikus sportoló voltam, és egy kicsit kevésbé fanatikus üzletember voltam, akkor nem tudtam megélni a pillanatokat. Viszont boldoggá tett a törekvés, meg a motiváció, hogy még több eredményt érjünk el a sportba, meg az üzletben nagyon-nagyon boldoggá tett. Viszont az ilyen apró dolgoknak, mint hogy reggel megiszol a családoddal egy kávét, sétálsz a jó időben a fűben, sétálsz a tóparton, biciklizzel a szabadban,
mondjuk a gyerekeddel éppen mostani élmények, a gyerekeddel együtt nézze tévét, vagy együtt sétálsz, együtt mit ki játszótérre. Én ezeket nem értékeltem, nem is gondolkoztam ilyenekbe, és nem gondoltam, hogy ezek a pillanatok, ezek ilyen értékesek, és most már így gondolom, hogy ezek a legértékesebbek, és időt kell ezekre szárni. Az a változás, ami benned zajlott, az most látszik azért szerintem a kislányod a viszonyodnál is, ami alátámasztja azt, amit most elmondtál, hogy rengeteg olyan élményt megosztasz vele, hogy tényleg a fűben játszatok, tényleg olyan élményeket, ott tudsz vele lenni, mert ezt is mondtad, hogy az apai szerep az nagyon fontos lett az életedben. Nagyon-nagyon fontos lett, és nem gondoltam volna egyébként előtte, hogy ezt váltja ki belőlem. És furcsa olyan dolgoknak tudok örülni, amíg sportoló voltam, vagy üzletember voltam, illetve most is az vagyok részben, akkor nem tudtam értékelni. Például egy jó reggeli a kislányoddal, vagy csak sétálunk. Vagy játszótéren hintáztatom a kislányomat. Ezek tök jó dolgok, és nagyon nagy boldogságot ad. Volt olyan, hogy a fejedbe szállt a siker, az ismertség, ez a népszerűség, ez, hogy példaképpé váltál egy generációnak, az ikonjává váltál a sportban. Volt olyan, amikor úgy érezted, hogy ez megszédített? Mindig van bennem egy törekvés arra, hogy próbáljak ugyanaz az ember maradni. Az én személyiségem az, hogy nem szeretem, ha nem szeretnek. De én szeretek normálisan viselkedni, üzletben is alkalmazottakkal, illetve munkavállalókkal, üzlettársakkal mindig barátságpolitikát folytatok. De volt persze olyan, amikor fejembe szállt, kezdett fejembe szállni, szerencsére a baráti társaságom az olyan, hogy azonnal megmondja, face to face, és mindig a helyes útra terelnek, tehát van egy nagyon jó, úgymond, fékem a barátaim. Váltunk most egyet, mert eddig sokkal jobban a múlt, és az volt, hogy a sportolói rész. Én most az embert szeretném az eredmények mögött egy kicsit megmutatni, vagy egy kicsit felszínre hozni. Én azt tapasztalom, ahogy ismerhetlek, hogy egy eléggé érzékeny ember vagy, hogy mondtad is az előbb, hogy azért nem szeretett, nem szeretnek. Tehát ugye lelkedre tudsz venni dolgokat. Van olyan, amitől Kati Béla sír? Nem jellemző rám egyébként, hogy sírok. Nem. Annyira nem szoktam érzékenyülni, hogy sírjak. Uh-huh. Alapvetőleg nem vagyok ez a sírós alkat. Persze volt olyan korszakom, amikor úgy depisebb voltam, vagy nem úgy jöttek össze a dolgok, de alapvetően jól kezelem a dolgokat. Figyelj, lehet, hogy nem megy el könnyekig, de arra gondolok, hogy a múltkor például megtiszteltél azzal, hogy egy csalódásodat elmesélted, hogy egy ember, akinek sokat segítettél, az hogy szúrt hátba, és hogy ez alapvetően ezért a lelkedre veszett, tehát az nem úgy van, hogy leporolod magad. Szerintem ez egy tanulási folyamat ugyanúgy, tehát hogy idősödik a férfi, és a férfi akkor tanulja ezeket a dolgokat kezelni. Fiatalon te is tudod jobban, megérintettek a lelki dolgok, vagy valakibe csalódás. Aztán erősödsz, sok ilyen ér, és akkor utána egy idő után lepereg rólad szerintem, és nagyon sok üzletembernél, például 55-60 éves üzletembernél látom rajtuk, hogy szinte ilyen érzéketlennek tűnnek, ilyen gépnek tűnnek, de szerintem ez a fejlődési folyamatuk része. Van-e olyan, amitől félsz? Jelenleg nincs szerintem. Lehet, hogy volt valamikor az életemben olyan dolog, amitől féltem. Jelenleg nem jut eszembe semmi olyan jellegű dolog, amitől úgy konkrétan félnék. Hogy állsz az elmúlással? Félsz a haláltól? Szerintem nem. Nem mondom, hogy nem gondolkoztam elő ilyeneken, mert ugye a mi sportágunkban azért előfordul az, hogy valaki kicsit hamarabb meghal. Ugye a élsport azért az nem teljesen egészséges, de hát ez egy kimondatlan titok egyértelműen. Volt már olyan gondolatom, hogy gondolkoztam az elmúlásról, de olyankor az jutott eszembe, hogy méltósággal kell elmenni. Tényleg volt ilyen gondolatom, hogy méltósággal menjünk el, és akkor a családodnak nem kimutatni a szenvedést, a családodat nem leterhelni a te bajoddal, és úgy kell elmenni, hogy akkor is büszkén gondoljanak rád szerintem. Szoktál irigy lenni? Genetikailag alkalmatlan vagyok az irigységre. Tényleg. Az mit jelent? Tapasztalom a felém az irigységet. Én nem szoktam tudni irigy lenni más emberekre. Én, hogyha valaki valamiben sokkal jobb vagy sokkal jobb teljesítmény nyújt, akkor én inkább felnézek rá, és inkább elkezdem elemezni, hogy én is tanuljak belőle, sőt, szeretem az okos emberek, meg annak idején a nagyon jó sportolók társaságát, mert ahogy beszélgetsz velük, mindig elcsepegtetnek olyan információt, ami a te tanulásodat, fejlődésedet szolgálja. Én azt vettem észre, hogy
ismétlem, hogy alkalmatlan vagyok az irigységérzésére. Annyira jó hangzott, azért mosolyogtam rajta, mert tényleg ilyen frappánsan fogalmaztad meg. Mi a három legjobb tulajdonságod? Nincs kimagaslóan jó tulajdonságom, amire azt mondanám, hogy én egy egyedi eset vagyok abban a tulajdonságomban. Alapvetőleg bármilyen viccesen hangzik is, egy kicsit lusta embernek érzem magamat. Ezt nem gondoltam. Én genetikusan lusta vagyok, tehát tudok jó sokat aludni, lustálkodni, csak a motiváció szinten magasabb. És az legyőzi, de nekem folyamatosan... Folyamatosan erőködnünk kell, mert én aludnék sokáig, aludnék délután, nincs kedvem úgy edzeni, tehát nekem nem úgy van az edzése, hogy azt elkezdem, hanem hát muszáj. És akkor megcsináljuk az edzést. Talán olyan tulajdonságokat, amit kiemelnék, az az, hogy hát az én számból egy kicsit lehet soknak tűnik, de úgy gondolom, hogy önzetlen ember vagyok, tehát tudok segíteni úgy embereknek, hogy nem várok vissza viszonzást, csak azért, hogy érezzem belül, hogy segítettem másnak, és elmondhassam, hogy neki jobb lett. Jó indulatú embernek mondom magamat. De ez az én számból nem hangzik egyébként? Abszolút nem. Jó indulatú embernek gondolom magamat. És alá tudom támasztani. Jó indulatú embernek gondolom magamat, és inkább kiemelném a régi énemet, ami már elmúlt, de azt nem jelen meg negatívan. A régi Kati Béla az borzasztóan fanatikus, és elkötelezett és alázatos sportoló és üzletember volt, de főleg sportoló, és nem vágyom, hogy újra abban a lelki állapotban legyek, ami ahhoz kellett, hogy borzasztó eredményeket érjek el az életben. De néha el szoktam rajta filózni, mi lenne, ha 2-3 évre a sors megadná, hogy még egyszer úgy tudja gondolkozni, mint 22, 25, 28 évesen, hogy hova tudnék eljutni mondjuk üzletileg, vagy bármilyen más téren. Ezen el szoktam filózni, aztán el szoktam engedni, mert jó így nekem a minden, ahogy van egyébként. Meg vagyok elégedve az életemben. Mielőtt tovább megyünk, engedj meg, hogy hadd reagáljak ezekre, amiket most felsoroltál, mert én azt gondolom, hogy mikor így Kati Béla eszembe jut, akkor nekem mindig az fogalmazódik meg, hogy az izmainál talán csak a szíve nagyobb. Tehát, hogy csak alátámasztalítom, egyáltalán nem hangzott furcsán, te szádból ez, amiket mondta, egy segítőkész vagy is önzetlen. Zárójelben mondom, hogy néha én azt is tapasztalom, hogy talán túlzottan is, zárójelben bezárva. Most az önzetlenségre mondom, mert... Nekem régen a barátaim nagyon sokat mondták, hogy így a szemembe, hogyha nem lennél ilyen jó indulatú, sokkal többre vinnéd. Erre gondoltam, igen, hogy azt látom, hogy mindig adsz, segíteni akarsz, és ennek van egy egészséges mérete. Azt gondolom, most ebben nem mennék bele, inkább csatlakoznék ahhoz, amit az elején mondta itt a lustaságnál, amivel megdöbbentettél, és azért is tartom nagyon hasznosnak az ilyen típusú beszélgetéseket, mert én vastagon benne vagy, hogy elkezdtem edzeni, és sajnos ezt nem tettem meg 43-44 éves koromig, de amióta jobban ismerhetlek, azóta ez így hatással van rám, meg az is, amikor egy kicsit számon kérsz, és akkor kérdezett, hogy meg volt a mai. És akkor tudod, így visszaírom, hogy hál' Istennek egyre többször írhatom, hogy igen. De és ezt azért mondom, mert veled kapcsolatban teszik, hogy ja, hát a Bélának könnyű, hát ő neki, ahogy kipattan az első gondolata, hogy de jó, hogy ma edzhetek, közben meg ezek szerint te is magaddal vívod ezt a... Persze. Én ma már az edzés kötelességnek érzem. Ez nem teher. De úgy vagyok vele minden nap, hogy az egészségemért és meg a brandért is úgy mond, meg magamért, magam felé támaszt igényesség szint az, hogy sportoljak és helyesen táplálkozzak nap mint nap. Egyébként így érzem magam kiegyensúlyozottnak. Tehát ha van olyan egy-két hetem, hogy egy kicsit elengedem magam az edzésbe, vagy a táplálkozásba, vagy akár a munkába, vagy egy kicsit többet lustálkodok, akkor nem érzem jól magamat annyira a bőrömbe. Így vagyok komplex, hogy folyamatosan sportolok és jól táplálkozok. Így érzem magam jól. Többször utalsz arra, hogy vannak régió barátaid, viszont azt is tudom, hogy kevesen vannak, akiket te barátként definiálsz. Mit jelent számodra barát? Gyerekkori barátaim vannak, minimum 15-20 éves barátságokról beszélünk. Én nem nagyon építek új barátságokat, nagyon kevés, akit újonnan beengedtem. Van egy ilyen hülye elméletem, hogy nem bántam meg a régi barátaimat, akikkel tényleg mély a barátságom azzal, hogy őket egy kicsit mellőzöm, és akkor jönnek az új barátok, és mindig cserélődnek, mert nagyon sok embernél ezt látom. Ez nem kritika, ez tény, hogy két-három évente cserélődnek a barátai, egyszer ezzel barátkoznak azzal. Én ugyanúgy születésnapi összejövetelek, vacsorák, vagy valami hasonló baráti összejöveteleken már 20-25 éve ugyanazokkal jövök össze. Természetesen lettek új üzlettársak, új barátok, születtek új barátságok, de a régieket nem szoktam elengedni. Lehet, hogy azok már nem is olyan mélyek, amik ilyen újabbak, nem?
De akivel én barátságot fogadok, azzal mély a barátságom. Tehát azzal elmélyülök benne. Viszont, hogyha valaki hallgatja, olyan, biztos hallgatja olyan is a videót, hogy én jó indulatú vagyok, meg empatikus vagyok, meg barátkozós vagyok, ez nem igaz, nem vagyok barátkozós. Nagyon sokszor tudok lenni úgymond elutasító az emberekkel, mert muszáj annak lennem, mert sokan közelednek hozzám, próbálnak közeledni hozzám. Értető okokból persze. Igen, szerintem ez természetes, meg nem nyitok új barátságok felé, de hogyha valakit befogadok a baráti körömbe, akkor az maximálisan elmélyítem, és maximálisan tisztelettel és hosszú távon gondolkozok benne. Úgy érzem, egy kicsit félbe maradt az előző téma, amikor azt kérdeztem, hogy mi a három legnagyobb erősséged, a legjobb tulajdonságod. Nézzük meg a másik oldalt is, hogy mi az, amit te úgy értékelsz, hogy a legkevésbé előnyös mondjuk. Lustaság. Sokszor el tud rajtam hatalmasodni. Fel kell pofozni magamat. Szétszórtság. Szétszórt vagyok. Nagyon sokszor elhagyom például a személyimet. Nem tudom, hogy hova raktam a kocsi kulcsot. Nem fizetek be időben számlát. Tehát ilyen szétszórtság. Harmadik. Gondolkoznom kell. Biztos van még ezer, csak mi az, amit kiemelnék, azért gondolkozok. Talán a jóhiszeműség volt az egyik negatív dolog bennem, de az elmúlt, azt legyőztem, illetve túljutottam azon, most már kritikusabban kezdek el beszélgetni emberekkel, tehát nem a jót látom bennük, hanem egy kicsit távolságtartó vagyok, de régen ez volt a harmadik. Játszunk egy olyat, kérlek, hogy képzeljük el, hogy nyilván majd 50 év múlva ezen jót nevetünk, vagy visszaemlékezünk erre. Bár, csak még 50 évet élnénk. Igen, hát azért figyelj, tehát fiatal ember vagy. Játék lényeg az, hogy mondjuk 6 hónapod van hátra, most meg tudod, kiderül egy vizsgálat kapcsán, hogy Béla, nem túl jó a hírem, azt mondja az orvos, 6 hónapon van hátra. A kérdésem az, hogy mi az, amit, ha meg tudnád ezt, mindenképpen megtennél, ez lehet több is, tehát nem egy dolgot, hanem 5-10 is lehet akár, és mi az, amit soha többet nem tennél, ha megtudnád, hogy limitált az időd innentől kezdve? Megmondom őszintén, nem tudok erre tökéletes választ adni, mert nem szoktam ezen gondolkozni. Ezen azért át kéne gondolni, hogy mit tenne az ember. Egyértelműen a jogi dolgokat, meg a végrendelet, stb. Ezeket rendbe szedni, hogy a családom biztonságban legyen, meg amit úgymond felépítettem, az menjen tovább és stabilizálódjon. Az első gondolat, ami eszembe jut, az, hogy a családom anyagilag a jövőben biztonságban legyen. Ez. Onnantól kezdve, hogy ez megtörténne, egész biztos, hogy lenne egy olyan gondolatom, hogy meg lehet oldani, hogy ne halljak meg, és akkor küzdenék, lenne egy ilyen dolog is, de hogyha tényleg azt mondanák, hogy tényleg nem lehet, akkor egyértelműen akkor a családomra szánnám az időt, és minél több élményt gyűjtenék velük, addig a pillanatig, amíg nem terhes számukra az én társaságom. És mi az, amit soha többet nem tennél? Mert hogy azt mondtad, hogy szétszórt vagy, ez megnyilvánul-e az időbeosztásodban, és azzal kapcsolatosan, hogy úgy érzed, hogy egy kicsit úgy elszórod az időlet időnként. Nyilván 100 napod lenne, holnap, 180 napod nem lenne, nem csinálok jelenleg olyan dolgokat, amiket amúgy nem tennék. Tehát teljesen komfortosan is élek, és csak olyan dolgokat végzek és csinálok, amik boldoggá tesznek. Nagyon szerencsés vagyok, mert én úgy építettem fel az életemet, ugye a sportkarrierem után, hogy az, amit munkának nevezünk, az nekem igazából, én imádok bemenni az edzőtermeimbe. Tehát gyerekeim, szívem csücskéi, és sokszor van olyan, hogy régen volt olyan, hogy jobban szerettem, akár volt olyan pillanat a teremben lenni, mint otthon lenni, és nem tudtam eldönteni, és örömmel mentem haza, de örömmel mentem a munkába is, és nem csinálok olyan időtöltést, amit kidobottnak éreznék. Ma reggel, amikor készültem a találkozásunkra, így ma több interjút is készítek, és így végig gondoltam, hogy milyen nagyszerű emberekkel van lehetőségem leülni beszélgetni, hogy téged is mennyire tisztelek, szeretlek, és úgy éreztem, hogy a végtelen hála öntött el, azt az érzést éltem meg, amire most te utalsz, hogy valójában a munkám az egy élvezet az egész, és hogy honnan jön ez. Nagyon, és hogy honnan jön ez a kérdés, ha megeded, megosztanám veled, hogy ha megtudnád, hogy 6 hónapod van hátra. Évek, sok évvel ezelőtt egy multicégnél dolgoztam, napi 14-16 órát dolgoztam Béla, és mire elmentem otthonról, még aludtak a családom, mire hazaértem, már
aludtak, tehát nem is láttam őket gyakorlatilag, és akkor kérdeztem meg, hogy hova megyek én, miért sem ezt az egészet? És hogy mit csinálnék másképp, ha megtudnám, hogy 6 hónapon vált. És azóta, akiket szeretek, azoktól én megszoktam ezt kérdezni. És a legtöbben azt mondják egyébként, amit most te, hogy fú, ezt át kéne gondolnom, mert ezen nem szokott az ember gondolkodni. De itt van az, amit Eckhart Tolle mondott, hogy egy kicsikét meg kell halnunk ahhoz, hogy igazán tudjunk élni. Mert nem tudjuk, hogy mikor van 180 napunk, tehát én csak azért kezdtem meg nagy-nagy szeretettel, hogy az ember én időközönként elgondolkodom ezen, nem depresszíven, tehát nem úgy felvágom az erejem, hogy meg fog halni, hanem csak azért, hogy tényleg úgy tudjak döntéseket hozni, hogyha például megtudnám azt, hogy 180 napon van hátra, én akkor is itt ülnék, és most veled beszélgetnék. Tehát, hogy nekem ez így... Ugyanígy vagyok én is. Ez tök jó. Ugyanígy vagyok én is, hogy igazából én már egy utóbbi 3-4 évben már így élek, hogy élek a mának. Dolgozok is, de szeretem, imádom. Nem akarok már világot megváltani az üzletben, nem akarok milliárdos lenni, nem akarok küzdeni egy olyan dologért, ami már nagyon sok-sok év, amikor itt vannak a pillanatok, amikor élvezhetem az életet, itt van a kislányom is, el tudok menni a barátokkal biciklizni, pingpongozunk, edzünk, tök jó minden. Na most a kislányodat olyan sokszor mondott, hadd kérlek meg arra, hogy képzeld. Mert új élmény. Hogyne, meg tényleg látom azt, hogy egy más minőséget hozott az életedbe. Nagyon mást. Én tudom, hát nekem is 3 gyerekem van, és tudom, hogy mindegyik esetében megéltem azt a csodát. És még nem akarom egyébként elhinni, mert még 15 hónapos, és így gondolkoztam, hogy például most, ahogy beszéltünk, hogy tényleg ennyire megváltoztatott az életemet, és így riportban ilyen nyilvánosan nehéz kimondani, hogy igen, mert még nem vagyok benne biztos, mert friss az élmény, de azért kimerem jelenteni, hogy igen. Egy picit hadd fokozzam a tétet, és utána ígérem, hogy leszárok el. Ja, ne tegyél fel nehéz kérdést, igen. Nem, csak megint egy személyes vonatkozás, igen. Csak az józok bele, mert ebben az időszakban, amit az előbb mondtam, hogy ilyen nagyon kemény. Amúgy nehezen tudok személyes dolgokról beszélni, az biztos észre. Figyelj, de rólad mindenhol lehet találni azt, hogy mennyi nyomtál fekve, 337,5 kiló, így úgy googoltál. Tehát egy legenda vagy. Én most azért mondtam, hogy én sokkal inkább egyébként azt szeretném. Hittem, hogy erről fogunk nagyrészt beszélni a sportkerülően minden, de ez itt tök jó. Örülök, ha így érzed. Szóval, hogy amikor én ilyen sokat mentem, akkor én elképzeltem a saját temetésemet. Most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy Jézusom, ez beteg, de az egész arról szól, hogy ott volt két nem, fiam. Nem, ez normális, hogy ilyeneket gondolkozni az ember. És képzeld el, hogy arra gondoltam, hogy ha egyszer hosszú életem végén eljön az a pont, hogy meghalok, és ott fognak állni a fiaim a koposom előtt, mire fognak gondolni? Hogy fejezik be azt a mondatot, hogy az én apám ... És akkor ahogy éltem... Nagyon morbid, hogy én is szoktam nagyon néha ilyeneken gondolkozni. Szerintem nem. Ha nekem mondod, akkor én most pont mondom, hogy én is, de akkor most ne is az én dolgaimról beszéljünk, hanem te mondd el, légy szíves, hogy ha eljön az majd hosszú életed végén, ott fog állni a lányod, hogyan fogja befejezni ezt a mondatot, hogy az én apám mit fogott mondani? Még nagyon az elején vagyok az apa szeretnek. 15 hónapos ugye a kislányom. Igazából még most tapasztalom meg, most növekszik ez az érzés. De hogyha ugyanilyen marad a személyiségem, és szerintem ilyen marad, és szerintem még remélem pozitív irányba fogok fejlődni, ugye a család miatt is, meg az új gondolatok miatt is, akkor szerintem az biztos ki fogja mondani, hogy jó ember volt. Lekerekítve ezt a témát, egy olyan játékra invitálok, és ígérem ebben a témában az utolsó, hogy azt képzeld, hogy tegnap voltál 100 éves. Szerintem ez tetszeni fog. Ez nagyon tetszik. És tegnap voltál 100 éves, hatalmas buli volt, ott voltak a barátaid, akkor már ugye mit tudom, 80 éve barátaid, unokák, dédunokák, tehát egy ilyen hatalmas, mint egy ilyen nagy lagzi, vagy nem tudom, mi annyian voltak, és mindenki, aki számodra fontos. Ez volt tegnap. Ma ott ülsz egy karosszékben, a verandán, és így ringatózol, és azt mondta, hogy mekkora királyság, milyen életem van 100 év, és hogy milyen jó volt tegnap, és ez a hála átjárja a szíved, lelked, a tested, ott ülsz, és azt érzed, hogy közben egy fuvallat érkezik, és ez a fuvallat azt mondja, hogy figyelj Béla, 100 éves bölcs vagy, visszamehetsz 2021-be, és az akkori énednek egy mondatot üzenhetsz. Mi lenne az? Most egy olyan gondolat jutott eszembe, ami lehet morbid. Azt mondanám neki, azért még 10-15 évet hagysál, mert 100 éves korodig fogsz élni. Hogy már tuti, hogy megéled a százat. Igen, tuti, megéled a százat, tehát megsugom, megéled a százat, azért még most ne hagyd abba ezt a hajtást, mert ugye én részben azért hagytam abba, hogy kievezzem az életemet, és tudjak energiát szánni a családomra, de ha tudom, hogy 100 éves korodig fogok élni, akkor még lehet egy 10-15 évet ráhúzok arra, hogy keményen üzletelek, illetve építem a brandemet és a franchise-ot.
Hirtelen ez a válasz jutott eszembe, nem tudom, jó-e vagy nem jó. Nincs jó meg rossz, tehát ez az a lényeg, hogy neked a te az ha akkori fejlődés. Ha tudni fejlődés, hogy 100 éves hát ez most az a játék. Akkor azt mondanám, hogy nyugi, nálj meg, még ne fékezz, még ne, még ne élj a mának, még egy 10-15 évet nyomjál meg. És utána még lesz még 40. De minek? Meg. Mert úgy gondolom, hogy az ember élete az olyan, mint az évszakok, hogy tavasszal vetünk a munkaideje, meg minden, nyáron aratunk, dolgozunk, és össze meg élvezzük ezt az egészet. Igazából én úgy gondolom, hogy 100 éves koromban akkor érezném jól magamat, ha egy férfi jövőt teremt, hajt, alkot. Tudom, hogy te is így gondolkozol, alkot. Tehát, ha mondjuk 40 éves koromban abba hagyom ezt a folyamatot, és csak úgy elvagyok, azért 60 évig lébucolni, az nem biztos, hogy én olyan hú, de jó csávónak érezném magamat azért. Ha tudom, hogy 100 éves koromig élek, azért 60 éves koromig nyomjam meg. Én teljesen egyetértek veled abban is, hogy egy férfinek legyen egy ügye, amit képvisel, amiben hisz. De ez nem biztos, hogy ez egy olyan ilyen őrült hajtással kell, hogy összekapcsolódjon. Tehát most arra gondolok, hogy... Ha tudnám, hogy 100 éves koromig élek, jobban hajtanék, mint most. Oké, elfogadom. Imádom azt, hogy van kedved játszani, úgyhogy most egy másik témával. Figyelj, három sztori, jó? Három sztorit kérlek, hogy mesélj el nekünk az életedből, ami ilyen számodra kedves, és mondjuk úgy, hogy kiugró élmény az életedben, de az egyik az legyen kamu. Hamison gondolkozni kell, de majd vágjátok hát azért... úgy... De most azért használom ki, mert ez nyilván nem volt előre megbeszélve, ez egy tök spontán. Ha van kedved, akkor játsszuk ezt, és szerintem ez itt egy tök jó játék lehet. Kicsit gondolkozhatsz nyugodtan, de a lényeg az lesz, hogy... Ugye életem egyik három élményét akkor elmondom. Okay. Az egyik élményem az volt, hogy képzeld el edzésen, egyszer megpróbáltam az 500 kilót gólásba, és sikerült, és ez egy óriási élmény volt számomra. Viszont óriási szomorúság, hogy nem versenyen csináltam meg, és ez belém, nagyon belém égett ez a sztori. Nagyon belém égett sztori. Ez jut eszembe első körbe. Második körbe, meg ugyancsak sport, nagyon-nagyon sok évig én akartam lenni Magyarországon a legerősebb fekvenyomó, és a 2005-ös fekvenyomó Európa-bajnokságon a minden idők legerősebb nemzetközi fekvenyomó verseny. Az előző évben a világbajnokságot 322,5-en nyerték, és ezen az Európa-bajnokságon pedig 5-en nyomtunk 320 fölött. És úgy voltunk a barátaimmal, akikkel foglalkoztam az edzésen, akikkel együtt voltunk, hogy én 325-öt tudok fekvenyomni. De mindenáron fekvenyomó Európa-bajnok akartam lenni, abszolút Európa-bajnok, és annyira akartam a győzelmet, hogy nem is emlékszek a versenyre. Nem emlékszek a versenyre. Olyan euforikus állapotban. Negyedik fogásra is ki akartam menni, és a barátom Mezei Pali pofozott fel, hogy vége a versenynek, nyugi. Nem emlékszek a versenyre. Én arra a versenyre 10 évet készültem. De úgy, hogy nem fokozhatatlan fanatizmussal, tehát... Kajak, amit már mondtam, nem tudtam ki a miniszterelnök polgármester, nem is érdekelt, csak az érdekelt, hogy a legjobb legyek. És a Kenneth Szendik, a akkori fekvenyomó legnagyobb legenda, akkor négyszeres világbajnok volt, 337 és felett nyomott fekve, és mesélték, hogy mondtam, hogy én is megyek 337 és félre, és mondták, hogy de hát ennyit nem tudsz kinyomni, edzésen 320-25 volt a legtöbbed, úgy, hogy fel voltál pörögve teljesen, tehát elméletileg 327 és fél lehet a maximum, menjél inkább kevesebbre, hogy biztos legyen a második-harmadik helyezés, mondtam, nem 337 és fél, de ezt csak mesélték, mert nem emlékszek, és valahogy kinyomtam. Nem tudom, hogy. És ugye sokan ilyenkor ilyenbe gondolkoznak, hogy belső energia, univerzum energiái, akkor fel lehet sorolni ugye ilyen dolgokat. Ezért 10-15 évig elkötelezett voltál a sport iránt, rengeteg munkát, energiát adtál bele, a sportág nagyja irányt óriási alázattal, tisztelettel, és ezek az energiák ott, amikor annyira akarsz nyerni, az univerzum energiái úgy egyesülnek, és akkor kihozol egy olyan eredményt, amire egyébként meg logikailag nem lennél képes. De mégis kihozod, és ez nekem egy óriási élmény volt. De egyébként sokszor volt már ilyen verseny, képzeld el, hogy egy olyan eredményt csináltam, olyan súlyt emeltem, amiben logikailag egyébként nem lettem volna képes. És mégis sikerült, mert nagyon akartam. Na és a Kenneth Szendik, akkor ez verhetetlen fekvenyomó volt, és akkor meggyőződésem, hogy én azért tudtam megnyerni az abszolút fekvenyomó bajnokságot, és legyőzni a Kenneth Szendiket,
mert valahogy én jobban sugároztam az univerzum felé, vagy nem tudom így a sors felé, hogy én nyerni akarok, és szerintem megadta nekem a sors, hogy ezt a versenyt ajándékba, hogy én azt megnyerjem. Ez a másik élmény, ami eszembe jut. Hát sporttal kapcsolatosak elsőnek, amik eszembe jutnak. Most mondanám, hogy a gyerekemnek a születése, de az kamu lenne, mert egyébként én apai ösztönt az elején kevésbé éreztem, és kialakult, és most erősödött meg, de szerintem nagyon sok férfi van úgy, hogy az elején annyira nem érzi még, és később alakul ki. Ami úgymond nagyobb élményem, amikor kiestem a profi fekvenyomó világbajnokságon, és eldöntöttem, hogy én pedig testépítő leszek, és 4 hónap alatt fogytam 46 kg-ot az első testépítő versenyre, amiket egyébként meg is nyertem mindegyiket abban az évben, amin indultam. És az az élmény, hogy az utolsó 6-7 folyamatos feketeség, foltok, és megyek előre, mint a zombi, zenét hallgatok, motiválom magamat, és az utolsó 6-7 nekem olyan volt, hogy élethalál között voltam, de nagyon meg akartam csinálni, az bennem nagyon belém rögzült, hogy tudtam olyan motiváció szintre eljutni, hogy olyan sokat fogyni, és egyből elsőre testépítő versenyeket nyerni, és hogy annyira akarni valamit, hogy futás közben, na, sírás. Képzeld el. Futok, és futottam egy tócos kört, ez olyan 6-7 kilométer, aztán belekezdtem a másodikba, és már majdnem estem össze, mert nem ettem aznap szénhidrátot, estem össze, és amikor eszembe jutott, hogy nem fogok nyerni, elsírtam magamat, és futottam tovább. Na, ilyen élményem van, de hát ez már betegnek kell lenni. Ma mai énem már nem csinálna ilyet, de akkor azért egy kicsit meg voltam kattanva. Az én feladatom az, hogy háromból ki kell találni, hogy melyik a kamu. Igen. Tied? Hát vagy a nézők is, gondolom, de ők most nincsenek itt velünk, tehát ők is megtehetik egyedül, vagy maguknak, de hát az első. Igen. Tehát most nem azért, hogy kételkedjek abban, egyébként rengeteg ilyen szituáció van, amikor nálad még az edzéseken is az látszik, amikor olyan videók készülnek róla, hogy úgy fel tudod hergelni magad, tehát egy teljesen átszellemült állapotba kerülsz. Én minden nap tudtam sportolóként úgy gondolkozni, hogy vagy a maximumot hozom ki az edzésből, mert később 1-2-5 év múlva ebből lesz a... Amikor a győzelemről van szó, hajszálakon múlik, és ilyeneken dől el, hogy meghasonlod az univerzum, vagy ha nem csinál meg életem legjobb edzését, akkor meghasad az univerzum, tehát muszáj. Most a Trója című film jutott eszembe, abban volt ez a mondat, hogy ugyanazt akarom, mint mindenki más, csak sokkal jobban. És ez, amikor te lustaságod, az így le tudod győzni. Meg képzeld el, amikor én elkezdtem sportolni, akkor még nem voltak ilyen Facebook, Instagram, ahol ilyen motivációs dolgok voltak, meg ilyesmi, és azok a gondolatok, amit én később évek múlva olvastam Instagram, meg Facebookon, mondom, én így gondolkoztam, gyárilag. Tehát meg hittem egyébként ebbe a belső energiába, vagy nem hittem, hanem volt ilyen tapasztalatom, hogy például, hogy 180 kg-ban nyomtam 4-et fekve, fél éven keresztül mindent megtettem, nem tudtam előrébb lépni. Egyszer reggel felkeltem, megkérdezte egy barátom, mennyit nyomok fekve. 180-ban 8-at nyomok fekve, és elhittem. És lementem ezzel, és 180-ban 8-at nyomtam. Egy önhipnózis egyébként, ez abszolút működik, de tudod, van a placebo hatás, és van a nocebo hatás, és nem tudom, hogy ezt a kettőt így ilyen relációban ismered, de már a placebo-t ismerik sokan, hogy ez a pozitív, amikor meggyőzöd az elmédet arról, bármilyen külső, mondjuk egy C-vitamin által, hogy ez egy olyan kapszula, ami nem tudom, mit hoz ki belőled. Nocebo is működik, amit sokat tudattalanul használnak, és ezzel ártanak saját maguknak. Tehát ez az önhipnózis, ezt arra mondtam, hogy ezt a pozitív oldalra éled meg, és ebben ilyen extrém. Én amikor sportoló voltam, akkor elhittem, hogy azokat a dolgokat, amiket a jövőben el fogok érni, azt 100%-ig, hogy el fogom érni. Nem is volt olyan gondolatom, hogy nem. Leírtam, meg átgondoltam, hogy mit kell ezért tenni, milyen edzésmunkát, mit kell megcsinálni, és én amikor kérdezték, hogy mi a véleményem, akkor én mindig mondtam, hát én ezt meg fogom csinálni. De nekem ez ilyen spontán volt. Furcsán hangzik, de nekem ez nem olvastam, nekem ez ösztönös volt. Én imádom azt, amikor valamiről így beszélsz, és a retinát sem mozdul. Tehát olyan határozottsággal mondod, erre az a mondat jut eszembe, hogy van itt ott, hogy nincs olyan, hogy 90%-ban terhes valaki. Tehát vagy az, vagy nem. Itt, amikor te beszélsz célokra, akkor az így bám, oda van téve. Bélám, a végéhez érkeztünk a beszélgetésnek. A kérdésem az, hogy így zárszóként szeretnél-e valamit hozzátenni, úgy érzed-e valamire nem kérdeztem rá. Jó lesne még így valamiről beszélned, amit megosztanál velünk? Én nem, csak a kérdezem.
Én kérdeznék, és bármeddig beszélgetnék itt veled, az a helyzet, az a tapasztalat, hogy az interjúk hossza az így ideális nagyjából, ez az időtartam, amit az emberek örömmel megnéznek, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél és eljöttél. Én utána majd kapom holnap, hogy megvolt a kardió. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál velünk, szerintem nagyon sokat adtál, és nagyon sok olyan gondolatot osztottál meg velünk, ami sokaknak lehet érték. Nekem egyébként az egyik kedvencem az volt az utóbbi időben, amit mondtál, hogy az edzőterem az a modernkor diszkója. Tehát ez nekem nagyon tetszett ez a mondat, hogy tényleg nem is értem, hogy miért nem sportolnak emberek is. Én ott ülök, hallgatom, mondom, basszus, én sem sportolok, tehát mondom, és mennyire igaza van. És amikor elkezdted ezt így filozófikusan mondogatni, hogy az a férfi, aki a testével nem foglalkozik, és mondom, miért beszél ilyeneket? Tehát így, és utána így gondolom. És milyen jó, hogy így gondolod. Tehát, hogy mármint abból a szempontból is, hogy... Én nem értem, hogy lehet úgy élni, hogy valaki nem sportol. Nekem ez science fiction. Hogy tud úgy boldog lenni? Hogy tud úgy komplex lenni? Nem tudom felfogni. Egyébként a test, lélek, szellem hármasából adódóan abszolút az, mint hogy háromlábú szék lenne, és hogyha csak az egyiket nyújtod, akkor a másik kettő fel fog borulni a szék. Tehát hogy ez akkor jó, hogyha balanszban van, hogyha csak mondjuk, mit tudom én, olvasol, csak tanulsz, és engem ez vitt ebbe az irányba, hogy én nagyon a szellemi dolgok irányába indultam el a mindset, és most nagyon élvezem azt, hogy tágul ez a horizont, és ezt mondtam korábban nekem is, és ismétlem, fordítva, hogy... Tehát ellentéte vagyunk ilyen téren. Nekem meg a fizikai dolgok irányába indult a fejlődésem, és utána volt a szellemi tágulás. Nekem meg fordítva, de mire a végére érünk, minden jó lesz. Ebben biztos vagyok. Legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen, Béla, még egyszer, hogy itt voltál velünk. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy a jövőben ilyenkről is értesüljetek. Köszönjük, ha egy-egy kommenttel leírjátok azt, hogy mi az, ami elgondolkodtatott, megérintett, ami tetszett, és egy-egy ilyen visszajelzést kapunk tőletek. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk teket a jövőben is. Béla, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Velünk.